Nem érkezett kormányzati támogatás, maradtak az elszabadult távhőárak. Segít az önkormányzat, támogatás a megemelkedett energiaárak miatt. Évzárás és új évtervezés. Az Ózdi járás polgármesterei egyeztette. Köszöntöm Önöket! Ez a B4 híradó első adása 2023. január 13-án Encs, Tiszaújváros, Ózd és Kazincbarcika legfontosabb híreivel. Jó estét kívánok! Jönnek a részletek! Kazincbarcika nem kapott kormányzati támogatást az elszabadult energiaárak mérséklésére, ellenben az ország több települése pozitív elbírálásban részesült. Például Debrecennek 3 milliárd forintot ítéltek oda. Nem Kazincbarcika az egyetlen, amely semmit sem kapott. Így járt például Hódmezővásárhely, több fővárosi kerület, valamint Tiszaújváros is. A távhőárak az intézmények és egyéb felhasználók körében október 1-én szabadultak el. A magyar közlönyben rögzített tarifa szerint 2022 utolsó negyedévében 18-szorosára emelkedett a hődíj Kazincbarcikán. A városvezetés ekkor úgy döntött, hogy a kigazdálkodhatatlan árak miatt több intézmény is bezár. Ezekből az épületekből a dolgozók önkormányzati lakásokba költöztek, és azóta is ott látják el feladataikat. Majd jött a változás, ami ugye most december 31-ével, azaz ezen év január 1-ével, ami most már nem egy 18-szoros, hanem csak egy 9-szeres. Hát mosolyoghatunk, hogy ugye ez gyakorlatilag azért már nem olyan sok, de hát ez nyilván ez is még a kifizetetetlen kategória. Gulyás Gergely kormánybiztos még az év elején jelentette be, mely települések kapnak kormányzati támogatást a megemelkedett energiaárak miatt. Kazincbarcika Hódmezővásárhelyhez, Tiszaújvároshoz és több budapesti kerülethez hasonlóan nem került a támogatottak körébe. Annak ellenére sem, hogy a kazincbarcikai városvezetés az elsők között jelentkezett a kormányzatnál, hogy személyes tárgyalások induljanak Balla György miniszteri biztossal. Magam, a cégvezető dr. Kovács László és a városüzemeltetési osztályvezető úrral, Halász Béla úrral, ahogy említettem, első körben voltunk fent Budapesten, ahol a tényszerű adatokat gyakorlatilag rendelkezésre bocsájtottuk, és azokat a számításokat és kalkulációkat, terveket, amelyek az elkövetkezendő időszakban egyébként a városra vonatkoztatóan gyakorlatilag várhatóak, azokat elmondtuk teljes részletességgel. De a megbeszélésen a várost képviselő delegáció bemutatta azt a stratégiát is, amelyet országosan egyedülállóan hozott meg Kazincbarcika a takarékossági intézkedések részeként. Miután Kazincbarcika az első körben nem került bele a támogatottak körébe, annak ellenére sem, hogy a város minden adatot határidőben benyújtott. Most a térség országgyűlési képviselőjén a sor, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket. Úgy tudjuk, hogy Demeter Zoltán országgyűlési képviselő ígéretet tett a város polgármesterének arra vonatkozóan, hogy valamilyen formában segítséget nyújt, és képviselni fogja választókörzetének központját az illetékes szerveknél. Amennyiben nem sikerül támogatáshoz jutni a Kazincbarcikának, a város rendkívül nehéz helyzetbe kerül. Még az új csökkentett távhőár is akkora terhet ró a költségvetésre, amely kigazdálkodhatatlan. Kazincbarcika polgármestere úgy fogalmazott, stratégiai közös gondolkodásra van szükség ahhoz, hogy városunkon túl az ország minden települése és térsége kilábaljon az energiaárak elszabadulása okozta válságból. Ehhez pedig az országgyűlési képviselők, valamint a kormány segítsége is elengedhetetlen. December 1-től a villamos és a földgázenergia kedvezményes tarifa feletti, tehát piaci árának kifizetéséhez, valamint tűzifa vásárlásához önkormányzati támogatást igényelhetnek a tiszaújvárosiak. A rezsitámogatás jövedelemhatárhoz kötött, és a 2023. július 31-ig terjedő időszakra szól. Az energiaveszélyhelyzet júliusi meghirdetésével véget ért a hatósági árszabás Magyarországon. Augusztus 1-től csak a lakossági átlagfogyasztás mértékéig biztosítja a kormány az olcsóbb energiát, az e fölötti részre már a piaci ár érvényes. Az áremelés, a magas infláció és a gazdasági recesszió a lakosság elszegényedését eredményezheti, ezért szükségessé vált a város szociális ellátórendszerének felülvizsgálata és a támogatási rendszer kibővítése. Ahogy idáig
Tiszaújváros önkormányzata a későbbiekben is támogatni és segíteni kívánja azokat a tiszaújvárosi lakosokat, akik erre rászorulnak. Ez szolgálja a villamosenergiadíj támogatása, a földgázdíj támogatása, illetve a tűzifavásárlás támogatása. Az új támogatási formák a 2022. december 1-től 2023. július 31-ig terjedő 8 hónapos időszakra vonatkoznak és jövedelemhatárokhoz kötöttek. A támogatások jogosultsági értékhatára az elmúlt időszakban bekövetkezett nyugdíj- és béremelésekre tekintettel egyedül élő, egyedülálló kérelmező esetén az öregségügyi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-ában, vagyis 142.500 forintban, családosok esetén pedig 131.500 forintban kerülne meghatározásra. A villamos és a földgázenergia díjtámogatás mértéke a számlán szereplő piaci ár összege, de maximum havi 5, illetve 15.000 forint, ami 8 hónapot figyelembe véve 40 és 120.000 forint. A tűzifa esetében a 2022. június 1-e és 2023. május 31-e között kiállított számlával kell igazolni a vásárlást. Itt a támogatás maximum 120.000 forint lehet. B4. Borsodi települések, ahol a nehézségek és a kihívások is hasonlóak. Encs, Kazinc, Barcika, Ózd és Tiszaújváros polgármesterei évente több alkalommal is összeülnek, hogy tapasztalatot cserélve tudják településeik problémáit orvosolni. Vagy például olyan innovatív megoldásokkal ismerkedjenek, amelyek máshol már eredményeket hoztak. A B4-ek vezetői ezúttal Kazinc, Barcikán találkoztak. Négy település Borsod megye négy különböző pontján, ahol sok a közös probléma és a közös lehetőség is. Ezt aknázza ki Encs, Kazincbarcika, Ózd és Tiszaújváros. Mikola Gergely, Encs polgármestere szerint nem csak a tavalyi esztendő volt nehéz, de az idei is nehezen indul. A fő probléma mindenhol az energiaárak okozta válság volt. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezekről a problémákról és ezekről a lehetőségekről tudjunk közösen beszélni szakmai alapon, egymás segíteni, egymásnak a problémáit kezelni, vagy hogyha valaki kijárt már egy utat és sikerült egy lehetőséggel élnie, akkor azokat megosszuk egymással. Az encsi polgármester is megkapta Kazinc Barcika most megjelent új formabontó könyvét, az Uticél Color City-t. Az innovatív kiadvány egy olyan kézzel fogható példa, amely a kommunikációban és a marketingben jelent áttörést a település vezetők számára. Tapasztalatokat tudunk cserélni, hogy ki hogy oldja meg otthon, hiszen mindenhol, minden városban más a gondolkodás, mások a helyi sajátosságok, és nagyon jó ötleteket tudunk egymástól szerezni azért, hogy a városunkat szolgáljuk. A 2019 óta tartó kapcsolat a B4-es települések vezetői között már önmagában is formabontó. A polgármesterek ilyenkor olyan bevált megoldási javaslatokat is megosztanak egymással, amelyek megkönnyítik és felgyorsítják egy-egy probléma kezelését. Arról beszélgettünk, hogy ki milyen nehézségekkel küzdik. Nyilván mindenki előtt világos, hogy a háború, a gazdasági nehézségek milyen problémákat okoznak, és nyilván most az év legfontosabb döntésére készülünk arra, hogy az adott település költségvetését elfogadjuk, és arról beszéltünk, hogy kinek milyen megoldási javaslatai vannak egy-egy kihívásra. Az év első B4-es találkozóján kiemelt téma volt az energiaárak drasztikus mértékű emelkedése és a háború hatása, amely közvetlenül vagy közvetve rendkívül nehéz helyzetbe sodorta a településeket. Kazinc Barcika polgármestere szerint éppen a tapasztalatcsere miatt lesz fontos az idei találkozók folytatása. Én hiszem azt, hogy a megbeszélés hangulata, az egymás iránti tisztelet, az egymás település iránti tisztelete, egyébként egész biztos vagyok benne, hogy annak az áloga, hogy az elkövetkezendő időszakban is nagyon gyakran fogunk találkozni. A B4-ek együttműködését pedig a helyi televíziók idén is erősítik. Önök továbbra is két hetente pénteken láthatják a B4 híradót, amely a borsodi városok legfontosabb eseményeit foglalja össze. Borsod Nádasdon találkoztak az Ózdi járás polgármesterei. Az ülés keretében felidézték az elmúlt év történéseit, illetve megvitatták az előttük álló feladatokat és lehetőségeket. Az értekezletet Rész Gábor országgyűlési képviselő miniszteri biztos nyitotta meg, aki a szomszédban zajló háború okozta nehézségekről, lehetőségekről is beszélt. Kiemelt projektként említettem a 25-ös számú főúton zajló felújítási munkálatokat.
Rizs Gábor országgyűlési képviselő miniszteri biztos meghívására gyűltek össze az Ózdi járás polgármesterei az immár hagyományosnak mondható 10 éve visszatérő évértékelő és évkezdő eszmecserére. A település vezetőkön túl meghívott vendégként hivatalvezetők is megjelentek a kötetlen találkozón. Fontos témákat érintettek, így a közigazgatást, az önkormányzatiságot vagy a polgárok életét. Lényegesek ezek a rendezvények abból a szempontból is, hogy tulajdonképpen egymást is át tudjuk tekinteni, hogy ki hogyan áll. Hiszen Ózd önmagában egy térségformáló erő, Ózd mindenkori helyzete meghatározza, hogy mennyire erős a térsége. Hiszen a gazdaság vonatkozásában, a helyi társadalom vonatkozásában ezer meg egy szállal kötődünk egymáshoz. A találkozónak helyet adó Borsodnádast polgármestere is kiemelten fontosnak tartja ezeket az oldottabb hangulatú beszélgetéseket, hiszen számos ötlet és terv merül fel ilyenkor, amit próbálnak megvalósítani. Reméljük, hogy ezek a korábbi évekhez hasonlóan meghallgatásra kerülnek, és ezekből az ötletekből aztán projektek, megvalósult beruházások lesznek, hiszen ez mind-mind az itt élő embereknek az érdekeit is szolgálja. És hát ugye azt mindenféleképp szeretném kiemelni, hogy külön öröm, most egyelőre meg egy picit talán kellemetlenség, de mindenféleképp öröm lesz, hogy a 25-ös út felújítása elkezdődött. Ózd polgármestere is részt vett az eseményen, aki örömmel fogadta el a meghívást, és szintén hasznosnak ítélte a találkozó létrejöttét. Évelején együtt kezdjük a kistérségi polgármesterekkel az évet, ilyenkor megvitatjuk az elmúlt évben történteket, átbeszéljük képviselő úrral együtt az előttünk álló kihívásokat. Én mindenképpen fontosnak tartom, hiszen egy támaszpontot ad az évre mindenkinek, megosztjuk egymással a tapasztalatainkat, és általában jó hangulatban telnek ezek az alkalmak. A találkozón nem csak az elmúlt év eredményeiről és a megvalósult fejlesztésekről egyeztettek. Szó esett a fennálló nehézségekről, a jövőbeni tervekről és a települések vezetői előtt álló feladatokról is. Hosszú évek óta tartó nehézségek után végre megépül Kazincbarcika legújabb körforgalma. A beruházás a Mátyás Király út, Pollák Mihály út kereszteződésében oldja meg a város jelenleg legnagyobb problémát okozó közlekedési gondját. Nem csak a hatalmas dugók szűnhetnek meg, de a gyalogos közlekedés is biztonságosabb lesz. Erről legutóbbi ülésén döntött a képviselőtestület. Madártávlatból így mutatott egy korábbi felvételen Kazincbarcika egyik legforgalmasabb csomópontja. A városlakók régóta és rendre problémás gócpontként tekintenek erre a kereszteződésre. Itt nagyon kell figyelni, mert itt bármikor elcsaphatják az embert, volt is már rá példa, nem is egyszer, úgyhogy sajnos engem is majdnem. Úgyhogy valamit kellene itt csinálni, mert ez így nem jó. Ha lesz körforgó, annak akkor szerintem lesz értelme, mert hát itt tényleg azért ugye járogattunk mi be ide Barcikára, attól függetlenül, hogy nem itt laktunk. Itt a rossz a közlekedés, az biztos, úgyhogy ide elkél egy körforgalom minden esetre, biztos, hogy jót fog tenni a közlekedésbe. Éppen ezért még 2019-ben tett ígéretet a jelenlegi városvezetés arra, hogy a közlekedési gondok megszüntetése érdekében egy körforgalom épül majd itt, gyorsítva a közlekedési nehézségek megoldását. Nagyon bonyolult volt itt a közműveknek a kiváltása, de hál' Istennek közösen megoldották a multicéggel, úgyhogy ez így nagyon jó is mindenkinek az örömét. Itt nagyon kell, hogy működjen a körforgalom, képtelenség itt már lassan közlekedni, nagyon átterülődött ide a forgalom. A kazincbarcikaiak számára nem ismeretlen már a körforgalomban való közlekedés, több ilyen is van már a városban, segítve az autós forgalom haladását. A beruházás jelenleg a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában van, és mintegy nettó 290 millió forintból valósul meg. Az ott lévő területnek az értékesítéséből az önkormányzatnak van egy bizonyos bevétele, van kormányzati támogatás is benne, magát az áruház láncot is partnerül hívtuk ebbe a projektbe, tehát ők is benne vannak, és gyakorlatilag így tevődik össze ennek az egésznek a költségvetése. Az ajánlattételi szakasz lezárulása után pedig kezdődik a körforgalom fizikai megvalósulása is, amelyet már hosszú évek óta várnak az ott élők. A beruházás egy komplexebb közlekedés segít majd a városban, hiszen nem csak a szupermarketbe igyekvőket szolgálja ki, hanem egy átkötési lehetőséggel a felújításra váró hátsó úton a vízi komplexumhoz vagy a csónakázótóhoz igyekvők áthaladását is biztosítja majd. Optimális esetben az új körforgalom akár már az idén elkészülhet.
16 rendőr vehetett át elismerést és az ezzel járó jutalmat a polgármesteri hivatalban, Tiszaújvárosban. Az önkormányzat minden évben támogatja a Tiszaújvárosi rendőrkapitányságot. Hol tárgyi eszközökkel, hol anyagiakkal járul hozzá egy-egy felújításhoz, évvégén pedig rendszeresen elismeri munkájukat. A tiszaújvárosi rendőrök mellett az idegenrendészet egyenruhásai is itt teljesítettek szolgálatot Tiszaújvárosban. A MOL nagy beruházásai hozták ide őket, ahogy a több ezer vendégmunkást is. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogyha esetleg egy külföldi követel valamilyen atrocitást, akkor közrendi okból lehetőség van arra, hogy őt az országból eltávolítsuk, és élünk is ezzel a lehetőséggel, hiszen a mi hatóságunknak is roppant fontos, hogy az állampolgárok közérzete, közbiztonsági érzete, közbiztonsága az megfelelő legyen itt Tiszaújvárosban. Volt ilyen? Volt rá példa, igen. Ők 16-an kaptak pénzjutalmat, a tiszaújvárosi állomány és az idegenrendészet munkatársai. Itt a borsodi térségben és Tiszaújvárosban is a kollégáim mindennel találkoznak, ami a rendészet szakterületén belül előfordulhat, legyen ez közlekedési rendészeti, közrendvédelmi, akár engedélyügyi, vagy akár bűnügyi szakterület. Sajnos ezzel ugye fakadva a gazdasági térségnek a erősségéből meg kell küzdenünk, ez feladat a rendőrségnek folyamatosan, de hát állunk elébe, ezért vagyunk, ezért is történt az állománytáblán egy kicsi bővítés az elmúlt, vagyis nem az elmúlt, hanem ebben az évben. Kevés olyan település van ma Magyarországon, ahol az önkormányzat támogatja egy állami szerv munkatársait. Tiszaújváros az egyik ilyen város. Mi önökre úgy tekintünk, hogy önök a városért dolgoznak, és ebből az következik, hogy a városnak is vannak kötelezettségei önökkel szemben. Ilyen például az, hogy amivel csak lehet, tárgyi eszközökkel, pénzzel segítjük, hogy a munkakörülmények javuljanak, és természetesen, amikor itt az év vége, amikor itt a számvetés ideje, akkor pedig azon vagyunk, hogy ne csak szavakban, hanem tettekkel és pénzzel is el tudjuk ismerni azt az áldozatos munkát, amit önök a helyi polgárokért végeznek. Az önkormányzat minden évben segít, hol tárgyi eszközökkel, hol pénzzel, felújításra, eszközbeszerzésre. Folytatódik a munka az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál. A billenthető fából készült szeméttárolókra nagy igény mutatkozik továbbra is, ezért idén is ezzel foglalatoskodnak majd az ott dolgozók. Tavaly 50 darab készült el, és 2023-ban is ezt a mennyiséget szeretnék elkészíteni. A gyártással a környezetvédelem fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Csiszolják a fenyőfűrészárut az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat dolgozói. Nagy erőkkel zajlik az újabb szemetesek összerakása az új telepen. Közfoglalkoztatási programjuk 2022. szeptember 1-én indult, és 2023. február 28-áig tart. Ez idő alatt azon vannak, hogy minél több hulladéktárolót legyártsanak. Heten fáradoznak azon, hogy elkészüljön a tervezett darabszám. A munkafolyamat úgy zajlik, hogy ugye beérkezik a fenyőanyag, a fenyőanyagokat ugye méretre vágjuk, aztán a méretre vágás után, vagyis csiszolás méretre vágás, aztán ugye jelzik ilyen 40x40-esek, aztán lazúrozás, azt hiszem összeszerelés és lazúrozás a vége. Korábban használt raklapokkal dolgoztak, most a nyersanyagot egy helyi építőipari vállalkozástól szerzik be. Váradi József azt mondja, idén is ezt tekintik fő tevékenységüknek, hiszen egyre nagyobb a kereslet a termékre. Már több képviselő is benyújtotta igényét feléjük, ők pedig igyekeznek eleget tenni a kéréseknek. Ismét Óz legkülönbözőbb részei lehet majd találkozni a legyártott szeméttárolókkal. Az első két hónap elég nehéz volt, mert az első két hónapban nem jár dologi kiadás a közfoglalkoztatási programhoz. Ezt az időszakot a kisebbségi önkormányzat költségvetéséből és az OAM-tól kapott használatlapból tudtuk átvészelni. Novembertől viszont már sikerült dologi kiadást igényelni a közfoglalkoztatási programból, ezért most jelenleg új fűrészáróval, fenyőfűrészáróval gyártuk a szeméttárolókat. A gyártásnak egyfajta figyelemfelhívás is a célja, hiszen fontosnak tartják a környezetvédelmet. Az új kukák is billenthetőek, így egyszerűbb üríteni. A karbantartás a köztisztasági csoport feladata lesz. Az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat idei munkatervében szerepel még az iroda kifestése, emellett a kulturális parkba is ütemeztek javításokat. Nem kell félni,
Több mint 3 millió forint ösztöndíjat osztott szét a Mecénás Közalapítvány a tiszaújvárosi egyetemisták és főiskolások között. A város évtizedek óta támogatja a helyi diákokat. A jó tanulmányi eredményt és a szorgalmukat pénzjutalommal ismerik el. Ők azok a főiskolás és egyetemista fiatalok, akik mecénás ösztöndíjat kaptak. Ebben a fél évben ők teljesítettek a legjobban. Amikor ide jövünk, akkor mi nyugodtak lehetünk, hogy olyan fiatalokkal találkozunk, akik reményeink szerint majd egyszer még visszatérnek a városba, és így a város jövője biztosított lesz. A tiszaújvárosi mecénás közalapítvány idén másodszor jutalmazott, 69 pályázóból 68-at. Gratulálunk, Eszter! Hörcsik Eszter harmadéves a Miskolci Egyetem jogtudományi karán. Ő is pályázott 4,6-es tanulmányi eredménnyel. Nekem ez az első alkalom, hogy megkaptam ezt az ösztöndíjat, és engem nagyon motivál a tanulásban, hogy minél jobb átlagot teljesítsek, úgyhogy örülök, hogy van ilyen lehetőség a városban. 4,2, legalább ilyen átlagot kell elérnie a pályázóknak. Orosz Zoltánnak, az Óbudai Egyetem hallgatójának ez idén is sikerült. Az átlagomat pontosan nem tudom, azt hiszem, hogy 4,4 körül vagy fölötte van, viszont szoktam rá figyelni, és mindenképp szeretnék minél jobban teljesíteni. A pályázók 40%-a hozta a maximumot, az 5-ös átlagot. Köztük Nagy Stella, aki a Corvinus Egyetem vezetés és szervezés mesterszakán tanul. 5-ös tanulmányi átlaggal adtam be a pályázatot, és nagyon örülök ennek a lehetőségnek, mert úgy gondolom, hogy hatalmas elismerés így az önkormányzat részéről az, hogy díjazzák a legkiválóbb hallgatókat, úgy is, hogy ugye Tiszaújvárosban nincsen egyetem. Az önkormányzat csak a városi hallgatókat támogatja, ezért tiszaújvárosi lakóhely is kell a pályázathoz. Az alapítványnak az egyik legfőbb tevékenysége, hogy a tiszaújvárosi fiatalokat támogassa. Ezzel nem titkolt célunk, hogy egy kicsit az egyetemistákat itt marasztaljuk Tiszaújvárosban. Több mint 3 millió forintot osztott szét a kuratórium. A legeredményesebb hallgatók 50 ezer forintot kaptak, ez tizedenként 2 ezer forinttal csökkent, így a legalacsonyabb összeg 34 ezer forint volt. Új kezdeményezést indított az Ózdi Állategészségügyi Telep, az Ózdi Mentéssel karöltve. Ideiglenes befogadók segíthetnek kölyök kutyáknak a jövőben. A feladatuk az, hogy vállalják, hogy 20 napig helyet biztosítanak a fiatal ebb számára. A kis 4 lábú orvosi költségét és élelmezését az Ózdi Mentés vállalja. A felek által aláírt szerződés pedig garantálja, hogy senki nyakán nem maradnak kutya. Ideiglenes kutyabefogadó hálózat létrehozását tervezik az Ózdi Állategészségügyi Telep közreműködésével, amelynek lényege, hogy az állatbarát magához fogad egy kölyök kutyát, amennyiben van néhány szabad négyzetmétere és ideje. Ezzel nagy segítséget nyújtana az ebb telepre került apróságoknak. Fidrus Péter, a telep vezetője elmondta, hogy az ötlet az Ózdi Mentéstől származik, de létrejött az Ózdi Állat és Környezetvédelmi Alapítvány és közös összefogás eredményeként működhet a jövőben a hálózat. 20-21 napról lenne szó, azért annyi időről, mert meg kell kapni. Először is karanténba kerül a kutya, megfigyeljük 10 napig, hogy nincs-e valami betegsége, problémája, majd megkapja az első védőoltását, ismét 10 napot várunk arra, hogy a védettség kialakuljon, és akkor a 21. napon elhoznánk tőle a kutyát. Ezt szerződésben is rögzítjük, tehát senki nem maradna kutya. Rengeteg kutya van bajban, de sokan vannak ideiglenes befogadók is. Ilyen anyagi támogatást azonban eddig nem kaptak, hiszen a programhoz csatlakozónak nem kerülne költségébe a 4 lábú 3 hétig való tartása, mivel az orvosi kiadásokat és az állat táplálékát biztosítják. A felek között megkötött szerződés garantálja, hogy a kutya nem maradna senki nyakán. Jelenleg 2 apróság várja, hogy örökbe fogadják a 47 felnőtt kutyát kívül. Józsa Beáta nem csak ebb segítőként, hanem a hálózat egyik résztvevőjeként is pártfogásába vett egy kölyök kutyát. Civilként, még ideiglenes befogadóként is működök én is. Rengeteg öröm van benne egyébként, és tényleg minden segítséget megkaptam az Ózdi Mentéstől, tehát az orvosi ellátást, az élelmezését. Tulajdonképpen nekem annyi volt, annyi a feladatom, hogy babázzak,
enni adjak neki, inni, amit egyébként is megtesz az ember egy kutyusért. Amennyiben valaki szeretne szerepet vállalni a programban és jelentkezni, az jelezheti szándékát Fidrus Péternél a 06 35 35 10 29-es telefonszámon, illetve az Ózdi Mentés és az Ózdi App Telep Facebook oldalán is írhat üzenetet. Adásunk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Nem érkezett kormányzati támogatás, maradtak az elszabadult távhőárak. Segít az önkormányzat, támogatás a megemelkedett energiaárak miatt. Évzárás és új évtervezés. Az Ózdi járás polgármesterei egyeztette. Kedves nézőink, ez volt a B4-ek híradója. Encs, Kazinc, Barcika, Ózd és Tiszaújváros legfontosabb híreivel legközelebb 2 hét múlva pénteken ugyanebben az időpontban várjuk Önöket. Számítunk akkor is a figyelmükre. Én híradót készítő kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!